Újabb tévévita növelte a szociáldemokrata kancellárjelölt esélyeit Németországban. A zöldeket képviselő Annalena Berbok a harmadik, a leköszönő kancellár pártja, a keresztény Demokrata unió jelöltje, Armin Laschet pedig a második, abban a rangsorban, amelyet a szociáldemokrata Olaf Scholz vezet. A választások előtti utolsó hétvégén az adózásról és társadalmi kérdésekről vitáztak. A zöldekhez hasonlóan a szociáldemokraták is bevétel arányos adózást akarnak. Azok, akik nagyon keveset keresnek, egyáltalán nem fizetnének adót, magyarázta Scholz. Azt kérdezte, Scholz valóban azt hiszi, -e, hogy ha emeli az adókat, attól több pénz lesz a kasszában. Ők ennek az ellenkezőjét tapasztalták a járvány előtt. A gazdaság erősödött, nagyon jól állt a foglalkoztatás, így aztán az állam is több bevételhez jutott. A zöld párt kancellár jelöltje Annalena Berbok azt hangsúlyozta, hogy az adóügyi változtatásokat a gyermekszegénység felszámolásának a szolgálatába kell állítani. Azt mondta, valódi reformokban gondolkodik, amelyek már nem alkusznak meg fél megoldásokkal, ha az éghajlatváltozásról van szó. A külpolitikában pedig az emberi jogokat kell érvényre juttatni Európa szívében. Továbbra is a szociáldemokraták a legnépszerűbbek, de a kormányzó párt és a zöldek támogatottsága is jelentős. Úgyhogy bármelyikük lesz is a befutó, koalíciós tárgyalások jönnek a választások után Németországban.